Ne csüngedjetek, mert ahogy láttatok az előbb a feliraton, még lesz lehetőség a zenekvízt újra hallgatni, újra gondolni. Akinek esetleg nincsen papírja, az ott a beléptetésnél jobb oldalt, az első asztalnál lehet még olyan papírt szerezni. De most menjünk is tovább. Következő programunk itt a nagy színpadon az Anime Duma Party lesz. Ez egy beszélgetős műsor, na hát, amiben meghívott vendégeink egy adott téma mentén dumálnak. Ha érdekelnek az animék, a legújabb trendek és szívesen hallgatnál animés dolgokról, akkor ne hagyd ki ezt a műsort. Téma a 2021-es év értékelése és mit várunk az idei évben. Vendégek Yuko Animagazintól, Amarilis, Ritz Ronin Factories, Ritz, intén a Ritz Ronin Factories, és Iskaroi Tess az Animagazintól. Fogadjátok őket szeretettel! Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a következő programunkon, ami a plakát alapján is látszik, hogy az Animés Duma Party, és valószínűleg kíváncsiak vagytok, hogy miért mi ülünk itt fent, és nem ti, úgyhogy ha mindenki egy pár szót mondana magáról, ezt megköszönném. Nem hallatszol. Nagyon jó, köszönjük, aki kikapcsolta a Ritz mikrofonját, szép munka, így beszéltük meg, szóval Istvánnal el tudjuk kezdeni. Sziasztok, István vagyok, és az Animagazinnak vagyok a cikkírója, illetve az Aoi animének vagyok a hírszerkesztője, és nagyjából ennyi, amit meg szeretnék osztani, meg hogyha ki mi a kedvenc animém, az természetesen a Ghost in the Shell, és nem érdekel, hogy ki mit mond, az Avatar is anime. Ez, igen, az utolsó léghajlító, meg a Korra, szóval... Igen, én őt is szeretem, és anime, szóval nézzetek sok animét. De most kérdezd meg, ki szereti még az Avatárt? Ki szereti az Avatárt? Csak hogy így, ó, hát azért vannak rajongóink, köszönjük. Minden Avatár rajongót innen. És ki szerint anime? Na jó, szóval, hogy csak ugye a Lilo & Stitch című sorozat az anime, meg a Star Wars Vision is anime, szóval, na jó. Szerintem ne es túlzásba. Tehát már az Avatárt eladtad, akkor... Igen, szóval én vagyok a legszimpatikusabb, ez már most látszik. De... Csak halálozási sorrendben. Nyugodtan. Sziasztok! Juka vagyok, az Animagazin cikkírója, és hát már kedvenc animénél tartunk, nekem a Clamp animék a kedvenceim, és a mangák, nem tudom, hogy bárki ismeri őket. Tsubasa Chronic, Kobato, XXXHolic, Babylon, Cardcaptor Sakura játszik. Akkor látom, szerencsére néhányan azért ismerik őket, és remélem azért sikerül rávennem még pár embert, mert most nem erről van szó, de... Nem baj, jönnek még klampos animék a világba. Ja, sziasztok! Némelyek Ama néven ismernek, főleg nagyon öreg Ritz Ronin Factories-os követő emberek, láttak nagyon szép műveket a lektorálásomban, bocsánat, előre is vagy utólag mindenkitől, és mostanában pedig Rin néven az Anime Crycast podcast csatornán hallhatjátok a csodálatos hangomat, hogyha nem unjátok meg a mai adás alatt. És kedvenc anime promotion, a kedvenc részem, a kedvenc animém a Mushishi, aki nem látta, nézze meg, házi feladat, legközelebb arról kérdezlek ki titeket. Amúgy látta már valaki? Hú, egy ember, nagyon jó, na bátrak. Folyamatban van, megbocsájtható, jó, szuper, köszönöm. Lássuk, ez működik-e? Még mindig nem? Jó, akkor hangot! Most hirtelen lett rajta, igen. Aki elaludt, az most felébredt. Na, szóval akkor én Ritz vagyok, a Ritz Ronin Factories-nak az alapítója, és hát... Sose találták volna ki. Ki az, aki ismeri Ritzet, ha már animéknél kérdeztük? Igen, nem sok, úgyhogy kicsit több promóció kéne. Ahhoz külön marketing esetben kellene. Ennyi emberik felvállalni. Látok hátul egy lelkes rajongót, köszönjük. Majd keresünk egy marketinges lányt. Azok mindig könnyen el lehet adni.
Szóval, igen. Ezen kívül még elég sok minden helyen megfordulok, mindig valahova hívnak. Lehet, hogy legközelebb azt csináljuk, hogy nem azt sorolod fel, hogy mit csinálsz, hanem hogy mit nem. Az is elég hosszú lista lenne. Francba. Uránt például nem dúsítok. Miért nem? Hát mert félek a líbiaiaktól, hogy lekaszálnak, mint Brown Tokit. Jó, akkor kedvenc anime. Jó, hát kedvenc anime. Eléggé változatos. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy vagy Leiji Matsumoto, vagy valami fegyveres militaris sorozat szokott lenni, esetleg Fate. Nagyjából talán ennyi. Esetleg Fate univerzum valakinek megvan egyébként? Na. Úgy tűnik, én szinte mindenhol jelentkezem most. Ezért hívtunk. Ja, de szerintem vágjunk is egy kicsit bele, szóval elvileg ez egy 20-21-es évértékelő, és kedvenc promóciós munkatársunk csinált nekünk egy szuper prezit, és most teszteljük, hogy bebírta meg kapcsolni a kontrollert. Juhú. Szóval először is most nagyon-nagyon példaértékűen elmondom mindenkinek, hogy ez az összeállítás nem a 20-21-es összes animét tartalmazza, és itt azok a címek vannak, amiket mi látunk, tudunk róla beszélni, vagy akarunk, vagy nem akarunk, és biztos mindenkinek a kedvenc animéje lemaradt a listáról, ezért bocsánat, ezt majd a komment, ja, nincs komment szekció, akkor majd jelezhetitek az információpultnál. Hétfőn van a panasznap, akkor zárva tartunk. Szóval szerintem egy kicsit, nem tudom, hogy szeretnénk csinálni, hogy így mindenki elsorolja, hogy mi tetszett neki az évben, vagy mit tapasztalt az évben esetleg? Hát nagyjából végig ismerhetünk az akár a címeken, szóval bár azt viszont meg nem ajánlom, mert kb. Az első három az velem nyit. Nem hagyunk annyit becélni, bocsi. Hát, ez az, jó. Úgyhogy szerintem menjünk szépen sorjába, és akkor ez a egyet, így szépen. Hát akkor önkéntesünk, István, elkezdheted az egyet című. Melyik anime tetszett 2021-ben a legjobban? Mesélj arról egy picit. Választ egyet a listáról. Igen, itt van egy olyan, szerepel egy olyan cím, hogy Night Heat 2041. Ez egy technikai hiba, mert itt a Vivi van igazából felírva, csak el lett rontva, de mindegy. Szóval legyen mondjuk ezzel a Night Heat, ez egy ilyen skifi, gondolom, hogy ki lehetett találni, hogy skifi sorozat. Miből kellett volna kitalálni? Hát, talán 2041, és így nem biztos, hogy... Az lehet még 2022 van, komolyan, 20 év, még élni fogunk. Hát, cyberpunk-szerűség, az akkor már elfogadható, nem? Az informatika elég gyorsan fejlődik, szóval... Jó, nem, hát... Ez egy ilyen trükkös sorozat, mert ebből van egy előzmény sorozat, 2000-es évek közepe tájékában, ilyen 26 részes, és akkor ehhez készítették ezt a folytatást, és így aki már látott úgy mondjuk 5 animét, az úgy mondjuk ugye a legtöbb esetben ki fogja találni, hogy melyik karakterrel mi fog történni, hogy melyik karakter az milyen funkciót tölt be a történetben. Szóval melyik, milyen hajú Naruto a főszereplő? Kék hajú? Piros? Szóval. Igen, szóval van a szőke hajú csaj, akinek nem tudja rendesen felhúzni a Jackie-ét, és így mindig kint van a melle, szóval azt lehet találni, hogy neki mi a helyzete. Ott van a magas, kopaszra nyírt erős srác, hogy ő milyen funkciót tölt be. A nyüzöges rác, aki folyamatosan a bátyát szólintgatja, hogy ő milyen érzelmi pozíciót tölt be. A nagyon furcsa harisnyát viselő csaj. Szóval ez egy ilyen, hogy mondjam, ismerd meg az anime kliséket című bevezetés. Na, aki még meg szeretné ismerni a kliséket, azoknak tökéletes ez a sorozat. Szóval ez ilyen... És tényleg ezt választottad, mint amelyik legjobban tetszett? Először igen, aztán ki jutott az eszembe, hogy a Vivi az sokkal jobb volt. De tudod, hogy mondhatsz olyat, ami nincs a prezin, ugye? Tessék? Tudod, hogy mondhatsz olyat, ami nincs a prezin. Igen, és a Vivi az sokkal jobb volt, mert az egy
Ez már normálisan sci-fi sorozat, szóval már fönt vagyunk a világűrben, meg időt utazunk, meg a kedvenc dolgom, amikor két robot azon beszélget, hogy a tekinthető élőlénynek ez az ember, vagy sem. Szóval ez... Ghost in the Shell vibe-ok. Hát igen, majdnem, hogy. De itt ez a Vivi ez arról szól, hogy a robotok azok föllázadnak az emberiség ellen, de egy technikával egy 100 évvel ezelőtti robotot megüzenik, hogy mi fog történni 100 év múlva, és ő próbálja ezt megakadályozni. És emellett ez a robot, mint megtudjuk, ez egy éneklő díva, az a programja, hogy ő énekeljen. Szóval egyrészt kapunk egy nagyon jó zenei részeket, mármint aki szereti ezt a tincitánci G-pop számokat. És de várjál, rossz CGI-jal, vagy jó CGI-jal? Ez nagyon szép. Ez nagyon csak szép. Nem mindegy. Nem, mert itt ugye... Nyugodtan, tehát ez kifejezetten egy eye candy sorozat, tehát ez a jó a szemnek, kellemes. Igen. Végre ugye már nem kellett rajzolniuk a titánt a készítőknek, és így legördült a szívükről ez a súly, és lehetett élvezni, hogy végre nem nagy, hatalmas hústornyokat kell rajzolni, meg depressziósan néző katonákat, hanem... Éneklő kislányokat. Még nem annyira éneklő kislányokat, de szóval ez lehetett érezni, hogy ez ilyen felszabadulás volt az animátoroknak. Most gondoljuk el, aki mondjuk 30 éve folyamatosan a One Piece-t rajzolja, annak milyen lélekemelő lehet a munkája, de nem akarom sokáig magamnál tartani a szót, és átadnám a szót. Rendben. Akkor én egy tényleg nagyon pozitív animével kezdnék. Nekem az idei legnagyobb kedvence az Odd Taxi volt. Én nagyon szeretem a krimi animéket. Hát sajnos annyira nem duskálunk bennük, mint az Isekai sorozatokban. Nem tudom, hogy más is szereti a krimi animéket, minden eset. Szóval ezt ajánlom mindenkinek, aki szereti, mert... Ez ilyen Detektív Conan? Hát az... Detektív Rozmár. Hogy milyen állat a fő? Hát igazából antropomorf állatok vannak benne, mint a Beastars-ban, csak ez nem moralizál, legalábbis nem az ember-állat különbségekre vagy hasonlóságokra, hanem igazából ez egy teljesen normális taxisofőrről szól, aki élni az életét, de az emberek nem hagyják neki. Kicsit ilyen zootropia feeling? Egy kicsit. Nyugodtan ellenkezhetsz, én csak kíváncsi voltam. Nem láttam egyébként még az Odd Taxit, úgyhogy érdeklődök irántam, mert hogy nem sokára arról fogunk az egyik podcastünkben beszélgetni, és így... Direkt nem olvastam el, hogy miről fog szólni, hogy nagyobb meglepetés, de most csak nem bírom ki így, hogy beszélsz róla. Hát igazából rengeteg karakter van benne, és az egyetlen közös benne, hogy mind megfordulnak a főszereplő taxiában. És a fő konfliktus, hogy történt egy gyilkosság, meggyilkoltak egy idol macskát, és valamiért több ember azt hiszi, hogy a taxisofőrünknek köze van hozzá, és ezt próbálják ugye befolyásolni őt. Na, ez elég érdekesen hangzik, köszi szépen az ajánlót. És igazából ez egy teljesen vérbeli krimi, hogy sosem tudod, hogy mi fog történni következő alkalommal, és mindig történik valami, ami így az ember csak ül és néz, és nem érti, hogy most mi történt hirtelen, de elvileg készülni fog hozzá majd egy film is. És ez folytatás lesz, vagy összefoglaló, azt tudjuk már? Összefoglaló, és lesz benne egy új... Extra jelenet. Igen, extra. Aha. Na, az tök jó. Hú, én egy picit dilemmában vagyok, hogy melyik animéről beszéljek. Lehet, hogy a Horimiát fogom választani elsőnek, hogy egy kicsit így a krimi vonalból kiszabaduljunk. Nekem egy nagyon kellemes csalódás volt. Én rólam, aki már így hallgatott egynél többször, azt hiszem hallotta, hogy nem annyira vagyok oda se a romantikus, se az aranyos, se a, nem tudom, nyugodt lélegzetvételű animékért, úgyhogy a Horimiya pont ilyen, és nagyon tetszett, mert ebben az animében egy olyan lány, aki így az iskolában a legnépszerűbb lány, és egy az iskolában az a nagyon hallgatag, csendes, sorokban ülő, azt se tudják, hogy létezik srác kalandjairól szól a történet,
És az az érdekességük, hogy iskolán kívül teljesen más személyek, mert hogy a lány végzi otthon az összes házi munkát, és a tesójára vigyáz, és ilyen melegítő nadrágban, meg felkontyolt hajjal, meg mindenféle dolgokkal, tehát hogy rendesen ilyen családanya szerepet tölt be körülbelül. A srác pedig kiéli az összes frusztrációját, és egy ilyen tetovált, piercinges, elég vadkinézetű srác így az iskolán kívül. És ők összetalálkoznak, és hát egész jó kapcsolatot alakítanak ki. Azt hiszem, a többiről nem beszélek, de ez egy romantikus anime, szóval lehetnek tippjeitek, hogy miről fog szólni a történet, de szerintem nagyon klassz, vagy nekem nagyon pozitív élmény volt. Én is szerettem. Ennek azt hiszem volt egyébként egy idézőjeles előzmény ovája, 3 rész, azt hiszem? Igen, mert talán több. Azt most így nem tudom pontosan, de azt hiszem azt az egyelül itt láttam, még az ilyen, inkább a mangához volt csatolva, mint reklám, mint ilyen önálló darab. De amúgy tényleg egy ilyen kifejezetten kellemes, és ilyen, nem azt mondom, hogy megnyugtató, nekem inkább az a mém jutott eszembe, ez a otthon éppenséggel a black metalos mit csinál. Kötöget. Igen, például kötöget, öntözi a virágokat, de végig be van festve ugyanúgy fehér hullamaszka, szóval. De leginkább ez jutott eszembe erről az egészről, és ez a megtestesült mém, és egyébként teljesen jó, anélkül is. Hát én igazából annak ajánlanám a Harumiát, aki szereti a romantikus sorozatokat, de azt nem szereti, hogy szinte sosem jutnak benne egyről a kettőre, legalábbis úgy 26 rész után se, vagy talán utána már igen, mert tényleg nagyon természetes és heteronyos. Tehát ez nem az az anime, aminek 12. rész végére megfogják egymás kezét, és mindenki elolvad és a boldogságtal. Talán történik valami, talán nem. Igen, spoiler. Vagy még jobb, visszatáncolnak az egésztől. Ja, meg bejön a 3. fél, meg a 28. Azt nagyon szeretem. Az mindig csodálatos. Jó, akkor én most egy kicsi merénylettem még ezért úgy pluszba készültem, mert én maga a Heike Monogatárit választottam, ami viszont meglepődés volt a számomra, ugyanis a Libri-nek a forgalmazásában megjelent magyarul is, nemrég könyvformátumban. Gyakorlatilag idei még a könyv, tehát eléggé friss. Na most lehet látni, ez nem egy éppenséggel vékony délutáni olvasmány. Azt hittem, azt mondod, hogy ez nem vastag már reggel. Nem is vastag a három, és még ehhez képest semmi nem vastag. És ebből készült gyakorlatilag egy 11 részes sorozat. Na most ez a 11 rész végigveszi az egészet. Most nem kell attól... Elég gyorsan pörögnek akkor az események a sorozatban. Eléggé le van korlátozva, tehát ez úgy kéne elképzelni, hogy a nagyjából az egész sorozat az a japánoknak a történelem tankönyve van megelevenedve. Tehát ez is egyébként az egyik legnagyobb baja, hogy vannak olyan események, amiket így ez a mi nyugatiak nem ismerünk. Nem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda, japánoknak mond valamit, legalább. És aki már látott 2 animét, ő tudja? Az tutira istennem, de azt szerintem, aki 2 animét látott, azt se fogja megnézni, mert rajzolása az leginkább tetszik. Ugyanis az a 12. századi festményeket idézi, és a karakterdizájn is egyébként teljes egy részében azokat hozza vissza. Tehát ugyanazokat más, hát nem azt mondom, hogy más, hogy eleveníti meg. És ebből azért ajánlanám, hogy aki szereti a japán történelmet, és ugye klasszikus korszakokat elsősorban, akkor egy eléggé epikus sorozatot láthat, egy klánnak a tündöklése, és hogyan bukik el. Ugyanakkor érdemes azért is, ugyanis a 11. rész az egy mestermunka. Lényegében az egész rész egyetlen egy hatalmas csataként van megrábrázolva, és az a egyik legfontosabb japán csata. A Danno urai van. Hát elhozva a szemünk elé, és az a leülsz, és ez a... Már is vége a résznek. Hát én még ezt néztem volna. És 11 rész után mit éreztél? Hát mivel a vége az gyakorlatilag ugyanúgy... indul, ugyanúgy ér véget, mint ahogyan maga az egész könyvsorozat, az egész könyv indul, ugyanazokkal a sorokkal. Hát valamennyit azt
hogy okosabb lettem, azért kicsit úgy jobban megértettem ezt a japán klasszikus korszakot, hogy nagyjából mi volt. Nagyjából mi volt ez az időszak. De ez az én perverzió, mert én elsősorban történelemmániás vagyok. Ez talán nem újdonság. Nem. Hát nyilván. De nehéz szavakba önteni egyébként tényleg. De várjál most akkor a könyvet, vagy az animét ajánlod mind a hallgatóknak. Mind a kettőt, de elsősorban az animét. Ugyanis de csak azért, mert mi fordítottuk? Hát igen, elsősorban azért, mert én fordítottam. Az... A másodsorban pedig igazából azért, mert magát azért ne felejtsük el, ez egy 12. század, 13. században íródott regény. És azért nem egy könnyű olvasmány. Nem egy Darren Shan. Nem egy Stephen King. Ez úgy kőkeményen oda leülsz vele, és ez két oldal után elalszol. Ha nem vagy elég edzett. Ez most ajánló vagy kedvevevő? Hát, aki van olyan perverz, mint én, annak ajánló. Jó, akkor perverzeknek helyke mondogatani olvasást ajánlunk. Lehet segít, vagy nem tudom. Figyelj! Legyen inkább ez ajánlva nekik, mint valami lufityocsos manga, mert akkor legalább ragad rájuk valami a koszon kívül is. De aki a lufityocsos történeteket szereti, az nézzen szét a weboldalon, és talán... Ja, nem bocsánat. Nincs olyan. Nem, nincs olyan, bocsánat. Jó. Ja, és volt nektek az évben olyan anime, ami óriási csalódás volt? És így vártátok, de rájöttetek, hogy rossz? Lehet nincs a listán, lehet csak jókat írtatok fel? Én csak jókat, de egyébként csak... Én, de jó, akkor... Akkor rögtönzés jön, hajrá! Jó, csak gondoltam, hogy azt kiegészítem, hogy mondta a Ritz, hogy furcsa az animációja, hogy ezt a stúdió szaru. Science Saru. Igen, készítette, és ők rajzolták meg a The Night is Short. Igen, című mozifilmet, szóval aki azt látta, az úgy... Vagy annak a sorozatváltozata, a Tatamak Galaxy, amit szintén egy olyan. Igen. Szóval, hogy ők készítették, hogy nagyjából be lehet lőni, hogy a stúdiótól milyen... Lehet... Bár színvonalas az animáció, de nem az a cucat. Egyébként itt, hogyha a listára tekintetek, akkor balról a második kis... Felsősorban, igen, balról a második kis kocka. Lehet egyébként rosszul tudom, de a rendezője az nem eredetileg a Q Animation-nél volt. De, és ugyanúgy eléggé nagy szerepet kap benne rengeteg tűzvész. Nem csak azért, mert ténylegesen sokat szerettek gyújtogatni, de hanem azért is, mert ezzel gyakorlatilag ő kidolgozta magából azt a traumát, ami volt egy pár éve. Wow, azt nem is tudtam, az tök jó. Na, akkor... Igen, mondjak. Animés csalódásoknál tartottunk. Csalódás. Minden jó volt 2021-ben? Nektek volt így közönség, amiben olyan csalódtatok? 2021-es anime? 2021-es anime? Ennyire jó év volt. Én nem így éltem meg amúgy. Én nem akartam rosszakat hozni. Hát egyedül a Night Hidet, hogy tudnám, akkor mondtam az, de hát nekem azért volt érdekes egyébként, mert így átnéztem az összes animét az előző évből, így tehát minden szezont így végig görgettem, mert persze nem láttam az összes animét, ennyire nem vagyok jó. És nekem, ami például nagyon furcsa volt, hogy így a, nem tudom, 80% az és főhősünk átkerült egy isekai világba, vagy főhősnőnk átkerült egy isekai világba, esetleg elütötte egy kamion, és átkerült egy isekai világba, meghalt, és átkerült egy isekai világba. És nem így, is kellett meghalnia, de átkerült. Ugye? És nekem például... Micsoda csavarok vannak most már ebben az iszekály műfajban egyébként. Igen. Hát meg se kell halni, elég, hogyha csak leül a WC-re, és aztán már mikor kijön, akkor már hoppá. Akkor rájön, hogy egy toj-toj WC-n kőbilin. Ja, igen, beült a toj-tojba a Sziget Fesztiválon, amit időközben elvittek alóla. Aztán azért csodálkozik, hogy ja, ez nem az, ahol én voltam. Hol van? Ez biztos egy másik világ, és akkor elmegy őt mellett, és valaki ott beszél oroszul. Nekem idén nem voltak annyira iszekály csalódásaim, mert úgy döntöttem, hogy idén szinte nem is fogok nézni inkább. Inkább megvárom, amíg mások meggyőznek, hogy valamit megéri elkezdeni. Hát, de ilyen alapon, de hogy... még nem történt, de kíváncsian várom, hát ha...
hogy újabb. Mint, hogy meggyőzöm valaki, hogy melyik volt a... Hogy valami iszakáj megérnie esetleg. Ja, egy ja. meg fogja érni, de az idén lesz. Na, micsoda? Honzukinek a harmadik évada. De hát ez egy harmadik évad. Nem érdekes, iszakáj. Ja. Harmadik évadat én is tudok. De. Egyébként nekem, én egy csalódást is választottam, nekem ez az Urasekai piknik volt, mert én nagyon szeretem ezeket a misztikus animéket, és ebben a promócia szerint aranyos kislányok, akik tök jóban vannak, ugye mit mondtam az aranyos animékre? Na mindegy, szóval, hogy lányok, akik jóban vannak, átkerülnek, vagy átesnek egy, hát nem másik világba, egy párhuzamos világba. És hogy így a trailer alapján ilyen nagy akciókat vártam, és azt gondoltam, hogy hú, itt ilyen misztikus történeteket fogunk megoldani, és így megnéztem az animét, és hát nem volt rossz, de hogy valahogy nem adta ezt a... De nem jött össze a Yuri és a Skifinek a párosítása? Hát se Yuri, se Skifi nem volt nem, benne. Nem. Milyen meglepő. Nem ilyen városi legendákról akart ezt szólni? De nem jött. Mármint, hogy biztos feldolgoztak történeteket, csak... hogy mondjam, nem hatottak meg annyira, mert ugye nagyon felszínesen álltak hozzá. Én csak azért nézek ilyen furán egyébként, mert egyik ismerősöm kívánta hozni, és így ajánlgatta, hogy hát akkor ezt kezdjük el, csináljuk, mit tudom én, tehát annak a manga változatát, és így... Hát lehet, hogy a manga jó, és nem jól nyúltak a feldolgozáshoz, de nekem az nagyon nagy csalódás volt. Én nem volt. Tudom, én nem kezdtem el még olvasni, szóval... Na majd akkor erre egyszer visszatérünk. Igen, ez a srác, aki hozta, ez él és hal a Shaoért oda meg vissza, innentől kezdve nálam a véleménye az úgy, mondjuk úgy, hogy annyit ér, mint a Shao maga. És Ritz ezért nem akar kijutni ebből az mindenki mondja le magának, ez milyen mértéket jelent. Igen. Ki az, aki nem ért egyet Ritzel, és szerint a Shao jó? Nem azt mondtam, hogy jó, nem azt mondtam, hogy rossz, azt mondtam, hogy olyan, mint a... Aha, igen, hallottam. Se megerősíteni, se cáfolni nem tudom, hogy jó vagy rossz. Mossa. És ja. Nem is akarom. És van még olyan, amiről mindenképp szeretnénk beszélni, vagy? Hát, már csalódás. Igaz, nem igazán az volt, ez a Getter Robo Arc. Nagyon jól tudom, hogy mire fizettem be, ugyanis olvastam a mangát. Aminek az az egyetlen problémája, hogy ahogy 3 évig futott abban a magazinban, amiben volt, azt a magazint úgy, ahogy volt, bezárták, és azzal együtt megszakadt az egész. Na, ugyanez igaz egyébként a sorozatra is, ami egy 50 éves franchise-ra tesz úgy pontot, hogy nem tesz ki pontot. Akkor mit tesz, vesszőt? Hát, egy vesszőt is abba hagyja a mondatot. Pontos vessző. Akkor ez egy újabb pontos vessző, animázokat szeretem. Na, az mondjuk pont, hogy nem fogod élvezni, mert ugye ez egy ilyen... Maga ez a franchise, ez az első átalakulós meha. Az egész, tehát ugye, ami kialakította még ugye a Transformersnek is az alapja. Nekem csak az Evangelion létezik. Na, ez is mindegy, mert... Nem azért, de ugyanaz az alkotó volt, aki megalkotta az Evangelionnak az alapját, az alapkövét is. Ugyanaz az alkotó, szóval... Akkor mégse vicceltem, látod? Hát a Mazinger Z az konkrétan ugye előbb volt, az volt az első pilóta vezérelt robot, és ugye onnantól kezdve UFO Grandizer, Dunbine, mit tudom én, mik voltak még itten a 80-as években, akkor volt ez a nagy láza ennek az egésznek, és utána egyébként a mechákat azt szeretjük? Nem rosszak egyébként. Kezeket lát, nem sok. Vannak jók. De azért vannak jó. Ja, vannak jók a műfajban, az tény és való. Na, a Getter Robo Arc az nem olyan. Igen, hát NG nem tartozik közeljük, menjünk tovább. De vannak folytatásaink is, meg filmjeink, úgyhogy egy kicsit erről is beszéljünk, hogy van-e olyan sorozat, aminek nagy rajongói vagytok, és nagyon örültetek, hogy ebben az évben folytatták. Hú, látok. Igen. Ott egy Clint látok. Én nagyon integet, igen. Mondjad, kérlek. Ó, Kobayashi, egy Kobayashi rajong. Tehát csalódás volt a második évad? Na, kinek volt még ilyen élménye? Ott is látok egy bátran, nyugodtan. Ott a Naruto-s fejpántos, azoknak Naruto fejpántja van, az már csak jó ember lehet, igen. És melyik volt az a sorozat, ami tetszett, vagy csalódás volt? Az nekem tetszett.
Aha, aha, szupi, szupi. Jó. Nem baj, mindig vannak olyan gyöngyszemek, amik meggyőzik az embereket. Igen, előbb valakibe belefolytottuk a szót. A Jujutsu Kaisen, igen, igen. Ugye a démoni animék azok most nagy trend mostanában, és sokan szeretik őket. Hát újra nagy trend, inkább pontosítjuk. Igen, bocsánat, újra elővették, igen. Én egy kicsit a Kimetsu no Yaiba fele jobban húztam, mint a Jujutsu Kaisen, de az se volt rossz, az se volt rossz. Nektek? Csak már egyértelműen, hogy a Lupinnak a 6. évad, ami még mai napig tart, és múlt héten azért hagytam ki a részt, mert dupla rész, és most le van a befejező része. Hú, akkor most nagyon izgulsz, hogy mi lesz a vége? Nem, mert... úgy is tudjuk, hogy folytatása lesz. Igen, szóval aki hogy mondjam, látta az legelső sorozatot a Lupinból, a 60-as évekbeli, Lupin sorozatot, látod belőle egy részt, azt sajnos látta az összes többi Lupin részt. Szóval itt már nagyon repetitív a sorozat, de ettől függetlenül meg mindig nagyon meg tud újulni folyamatosan, mert mindig a legújabb technológiát mutatja be a Lupin, folyamatosan reflektál a aktuál politikai eseményekre. Meg lehet nézni bármelyik sorozatát, a 70-es, a 80-as, a 2000-es évekbeli sorozatokat, filmeket, szóval ez olyan, mint egy James Bond, csak sokkal jobb. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy hiszel-e benne, hogy Lupin az animék James Bondja? Abszolút, mert hogy Lupin az valójában a CIA-nak a külsős szervezete, szóval más logikai magyarázat nincsen, hogy Lupin miért tud ennyi mindent megúszni, miért fér hozzá bizonyos információkhoz, és Fujiko miért tud mindig bebillegni olyan adatokkal, amelyeket hát biztos, hogy nem lehet máshonnan megszerezni, csak... Vagy máshogyan. Máshogyan, csak mint a CIA segítségével. És volt egy rész a 78-as sorozatban, amikor konkrétan a CIA-nak dolgozott Lupin. Elmentek Afrikába, és ki akartak menteni onnan egy fekete orvost, aki, spoiler, valójában náci orvos volt, és ő egész éjszaka szoláriumban volt, hogy feketének tűnjön. Wow! Én meg már azt hittem, hogy kiderül, hogy lány. Most tök csak... Nem. Ilyen sztorik nincsenek benne, olyan nagyon sok. De egyébként végig élvezhető, és most inkább Angliában vagyunk, ugye múltkor Franciaország, meg volt Olaszország. Olaszország volt, igen, most inkább itt Angliában tevékenykedünk, ahol itt spoiler veszély, magával Sherlock Holmes-szal is találkozunk, meg Lestrade felügyelővel, nagyon eredeti felhozatal, de ettől függetlenül, aki szereti az ilyen 25 perces ökörködést, hogy ellopjuk a Big Bandt, mert az egy fán dolog, és nem volt mit csinálunk szombat délután, annak tudom ajánlani a Lupint. És most én nagyon csalni fogok, és összekötöm a Yukuko no Moriarty című sorozattal, amit mondtál, hiszen ő meg ugye Sherlock társának a szemszögéből, vagy így Moriarty szemszögéből dolgoz fel ilyen rejtélyes ügyeket, és én például ezt a sorozatot nagyon hype-oltam, de abban a sorozatban nem találkoztak Lupinnal, úgyhogy még van hova fejlődni. Van ilyen könyv, hogy Sherlock, Lupin és én. Egy ilyen ifjúsági... Mármint te. Nem. Igen, szinte majdnem, de nem, ez egy ilyen ifjúsági regény sorozat volt, ahol ez volt, ez a hármas így egybe kötve. Inkább Moriarty szemszöge volt, mint Watson, mert nekem ő kicsit felejthető karakter volt a többiekhez képest. Jó, igazad van. Bocsánat, én mondtam butaságot, mert hogy a gonosz oldaláról, nem pedig a segéd. És miért nem javítottatok ki? Na, mindegy. Mindenki megbukott anime nézésből. Vártuk, hogy mikor tűnik fel. Sorry. Jó, ez is igaz. Ez is igaz. Ja, de ettől függetlenül amúgy tetszett nektek? Vagy aki látta így a Yukuko no Moriartyt? Tetszett egy rajongó velem? Köszönöm. Ó, azért van még. Megért a tábla, csak itt odaadni, igen. Köszi. Igaz, hogy azt mondtam, hogy annyira nem néztem Isekai sorozatokat, de azért a Slimosnak megnéztem a második évadának a part 1-et és a part 2-t is, mert
Én szeretem a Slice of Life fantasikat, és az első évad, hát az volt, a második már nem annyira, ott már nagyon háborúzunk, de... Hát ez szó-szó, mert inkább eléggé lassan ment fel az egész, nagyon lassan vezette fel az egészet. Nem is igazán volt háború, mert hát eléggé egyoldalú az a csata, ahol az egyik félből senki nem hall a másikat, pedig leírtják a francba. Tehát... Jó, ez volt az első évad így lényegében. A másodiknál már inkább... A másodiknál nagyon volt, inkább az volt, hogy egy asztalnál ültek és beszélgettek fél évadon keresztül. Nem volt egyébként az rossz. Tehát ez a nagy politikát nagyon szépen bemutatja, hogyan kell csinálni a nagy politikát, de... Jobb, mint a Lockhori, vagy nem jobb, mint a Lockhori? Lock Horizont azt kihagytam inkább teljes egészében. Inkább néztem akkor helyette Grimgárt. Jó, a Grimgár az más, az... Én megnéztem a harmadik évadát, de elvesztett ott a sorozat valahogy. Én meg csak volt a egy időugrás a kettő és a három között, szóval. Hú, 7 év? Igen. 7 év talán. Talán 7 év, nem tudom, egyik haverom mesélni igazából, és mondja, hogy rohadtul utálja, amikor van két évadunk, egy nagyjából egymást követik, és van kettő között egy hatalmas időugrás, és akkor olyan eseményekre kezdenek el reflektálni, amiket igazából be kellett volna mutatni, és csak így mondják, hogy te emlékszel arra, amikor éppenséggel itt és itt, jada, és ez a... Nekem most ezt tudnom kéne nézőként, hogy ez igen, mi volt? Igen, házi feladat, el kellett volna addig olvasnod a mangát. Hát, ja, valahogy úgy körülbelül. Amit ugye a csillagok háborújában folyamatosan a Janini csatáról beszélnek, csak úgy nem mutatták meg. Jó, bocsánat, igen. Már az is egy kisebb fajta csoda volt, hogy így lett harmadik évad. Hát voltak a mangakának ilyen kis börtönös ügyei, úgyhogy én feldeltem az animét, de mégis lett harmadik évad, de sajnos inkább ne lett volna. Hát ez, valaki szerette. Ez néha megesik. Például ugye volt a Promise Neverland-del is egy ilyen konfliktus, hogy az első évad egy csomó mindenkinek tetszett, én is nagyon rajongtam. És ugye második évadnak csináltak egy originát, azért nincs a listán, mert így sztrájkolok megnézni, mert vagy... mert hogy szerintem... De most majd lesz egy live action, úgyhogy... Komolyan. Nem tudom, hogy már kijött. Ja, lesz. 16 évesek lesznek benne talán a szereplők. Az jó lesz. Remélem túljátszák majd így az arckifejezéseket, mint ezekben a bollywoodi földolgozásokban. Híres japán arcjátékok. Ja. Most mosolygok, most sírok, most... Igen. Egyébként csak kíváncsi vagyok, hogy micsoda? Igen, a Dr. Kavics, az kinek tetszett? Jó, oké, csak úgy abszolút. Igen. Én olvastam a mangát is. Őszintén még ezt az évadot szerettem. Ha lesz még egy évad, azt szeretni fogom, utána már nem annyira, de... Na, mondj le róla, majd kiderül, adjunk neki esélyt. Még olvasom a mangát, úgyhogy talán... Ja. De még nem vettél a kedvedet. És felülhetek a filmes hype vonatra? Abszolút, ott voltam. Én ott voltam az Uránia moziban, mikor adták el. Ja, így kezdjük. Ki volt ott az Uránia moziban, az Unillusion? Jó, nem sok. Következő kérdés. Ki volt ott a premier előtti vetítés? Az 5 vagy 6. Premier előtti. Mostani a Corvin moziba, utolsó premier előtti vetítés. Hú, ki akarja megnézni egyáltalán? Ja, senki. Jó, sok mindenre választod. Azok már mind látták, nem? Igen. Igen, de egyébként azt hiszem, ha valakinek nem volt egyetemű, a Bell című animéről próbálunk ilyen nagyon misztikus módon beszélgetni. És valaki vágjon is bele, miről szól ez az anime. Ez Hosoda, nem Mosoda, Hosodának az a legújabb filmje. Ugye a múltkor véget ért a Miraival a családi ciklusa, ő azt mondta, hogy ő befejezte. Szerintem nem, tiltakozom. Hát most akkor írd meg neki, hogy nem. Írok neki egy levelet, és megmondom, és ő azt mondta, hogy most szerelmes filmet fog készíteni. Írok neki, hogy nem. És ez lett a Bell, amiben a jégvarázsnak a karakter dizájnere volt az, aki megalkotta Bellét. Igen, szóval aki lát valami hasonlóságot Elzával a jégvarázsból, az... Szerintem csak véletlen. Igen, az csupán a véletlen műve lehet. És egyébként nekem nagyon tetszett a film. Nem azt mondom, hogy minden idők top 10-e, de
Nem hibátlan, nem hibát, de szerethető. Szerethető film, abszolút. Legnagyobb, ami nekem nem tetszett benne, hogy a legjobb számot, azt csupán 2 percig lehetett hallgatni. Utána de már... YouTube-on 12 órás lúbba, nem? Még pótolható. Igen, szerencsére Isten áldja a YouTube-ot, hogy már van ilyen megoldás, hogy 12 órán áthallgathatod, hogyan megy a vonat Roxfordban című műsorok számokkal. Szóval igen, ez nagyon hasznos az emberiség számára. De egyébként szerintem nagyon jó ez a film, mint mondtam, jó történettel. Aki esetleg szereti a Szépség és Szörnyeteg, hát kicsit Ritálingeket, de... Na, én pont ezt akartam szídni. Mármint bocsánat, nekem az egyetlen zavaró volt benne, hogy megpróbáltak egy Szépség és a Szörnyetek szállat belehúzni, de nem kellett volna. De amúgy ezt leszámítva zseniális. Csak hogy röviden úgy képben legyünk, itt arról szól, hogy itt be tudunk lépni a meta-univerzumba, és itt a főszereplő hölgy, aki itt a világ életében nem, valós életben nem mer énekelni ebben a meta-világban, ő egy hihetetlenül sikeres énekes nővé tud avanzsálódni, és különböző konfliktusokba keveredik egy sárkánnyal, ami benne van a címében, hogy Bella, ez a szeplős Bella is a sárkány. Nem, amúgy ez tök jó, hogy felhoztad, mert hogy én ezen gondolkodtam. Hogy valójában ez egy farkas? Nem, hogy hol a szeplős hercegnő. Tehát, hogy én értem, hogy a sárkány és a szeplős hercegnő, értem, hogy Disney artist. Hol volt a ki látott hercegnőt ebben a történetben? Remélem, egy kezet se lát. Jó, nincsenek ellenállók, helyes. Mert hogy egy díváról, tehát hogy a szeplős díva, szeplős indol, szeplős rituális világos, nagyon jól kinéző csaj, bármi hát címet. Gondolom, a címben is rámentek kicsit a Szépség és Szörnyetek van arra, amit én kicsit szerettem. Igen. Kezdek bepánikolni, azért néztem ide ilyen rémültem, mert nem szólaltál meg 5 perce, és féltem, hogy meghaltál. Ugyan már kérlek. Engem nem olyan könnyű megölni. Optimista. Szóval igen. Ha innen kéne nekem választanom, akkor igazából 2 dolgot lehetne. Egyet mondok igazából, és ez pedig nagyon meglepő lesz. Szerintem mindenki tudja, hogy ezt fogom választani. A Planetarian Snow Globe. Amiről senki nem tudja, hogy mi az mi. Igen. Én azt hittem, hogy a fétet fogod mondani, de... Én is azt hittem volna. Mondanám nagyon szívesen, csak de igazából... De azt már mondod eleget. Általában mondom eleget, de igazából tök mindegy, mert a gyakori kérdéseken is volt nemrég egy-két lökött csépelte egymást, hogy akkor most a Death Note mélyebb vagy a Fate. Olyan jó volt olvasni a reggeli kávé mellé. Furcsa hobbiaid vannak. Valahogy föl kellett kelni. Na de mielőtt egy picit elfelejt. Szóval, ja, akkor Planetarian Snow Globe. Lényegében ez a ki animét kilátott. Eric Lannard, Canon, esetleg akkor Angel Beats, Little Busters, ilyenek. Na, jó. Azért nem teljesen elveszett ez a világ. Azt hittem, azt mondod, hogy jó, mert ennek semmi köze nincs hozzá. Nem, ugyanaz az alkotó brigád az eredetinek. Ez az első játékuk konkrétan a Planetarian. És az eredeti történet az egy guberálóról szól, meg egy kiborglányról, aki éppenséggel a harmadik világháború után egy lepusztult városban vannak, és egy csillagvizsgálóban a kiborg az éppenséggel teljesíteni a programját, hogy akkor előadást tart egy csillagvizsgálósat, és a guberálónak meg kell hallgatnia, ha tetszik, ha nem. Na, ennek az előzmény története. Visszaugrunk kb. A világháború előtti időszakra, és úgy megismerjük kicsit jobban a kiborglánynak a történetét, hogy hol ment félre az ő programja. Ugyanakkor megtaláljuk ott azokat a dolgokat, amik úgy kicsit úgy aktuálisabbak. Hogy akkor most mennyire automatizáljunk, mennyire váltsuk ki az emberi munkaerőt, mert ugyanis a Ovának egy nagyon háttérszálában, de úgy folyamatosan ott van, hogy az emberek nem igazán kedvelik a robotokat. És időnként úgy csinálnak egy kis robotlincselést. És akkor ez a kislány gyakorlatilag neki annyit a dolga mindössze, hogy csalogatja az embereket a planetáriumba.
és meg, mégis azt kapjuk meg, hogy akkor az ő alapprogramja az hogy alakul ki. Egy eléggé kedves és szívhez szóló darab, ugyanúgy maga az egész Planetarien, akár a Hoshinohito, akár a Chisaku Hoshino Yume, tehát a kicsiny bolygó álma, hovát nézzük, tehát ez egy abszolút, megint csak egy ajánlat, de nem kifejezetten romantikus. Van egy romantikus szála, de az nem az a fajta, nem egy szerelmi szál elsősorban. Amúgy meglepően érdekesnek tűnik ez az anime. Ajánlom egyébként. Nagyon ritka az, amikor tényleg ilyen gyöngyszemeket veszek elő ajánlásba. Csak azért, hogy legalább tényleg valami kis törést hozzak abban az image-ben, ami úgy kialakul, hogy na, már megint, ha Fate fönn van a listán, akkor én arra fogok beszélni. Nem. Ja, köszönjük szépen a meglepetést, de ha már így beszélgettünk 2021-re, van nekünk egy idei évünk is, meg nekem egy ilyenem. Mi lenne, egy kicsit beszélnénk arról is, hogy mit várunk 2022-ben, újabb súgós lista. Van, aki már néz most 22-es szezonos animéket? Igen. Direkt nem tettem fel a kezem, és kinek mi tetszik, csak hogy egy kicsit így közvélemény kutassam. Van olyan, amelyiket így ajánlanátok, csak ilyen bemondás alapon? Oké, ez így szerintem magáért beszél. Nagyon, nagyon szégyen. Ennyire azért nem szar a szezon, gyerekek. Na, egy Demon Slayer folytatás, igen, köszönjük, ilyenek a Kimetsu no Yaiba fanokja. Igen. Tehát az egy idei várományos animént. Hát reméljük jó is lesz, nem rontják el. Nektek? Mit vártok? Mit várunk? Hát nem én írtam, de nagyon várom a Uruin Blue című. Az én voltam az elvetem. Gondoltam, hogy te, így volt 80-as évek, talán 87-ben a Wings of Human Eyes című film, igen, ami a Gainax-nek volt az ilyen próbálkozása, hogy akkor mi most ők megteremtik az ők saját Gundam per Macross univerzumát, és ennek volt az alapköve ennek a film. Iszonyatosan nagyot bukott, iszonyatos sok pénzből, és nem is lett belőle sem, aztán Gainax megcsinálta az NG-t, és ameddig tönkre nem mentek, azt pofátlanul szivasztyúzták ki. Na de annak a filmnek, ennek a Wings of Human Eyes-nak, ami egyébként egy nagyszerű film, most egy pikpak 30 év alatt megjött a folytatása. Azért nem teljesen mondanám, hogy pikpak, mert... 30 év alatt. 30, igen, de nem csak az, hogy 30 év alatt, hanem azért ennek van egy kis előtörténete. Ugyanis a Gainax stúdiónak volt egy leányvállalata, a Studio Gaina. Na most nekik Fukushimában volt a központjuk, ami 2011-ben el is lett mosva. Jó, de akkor is már alsó hangon már 25 éve volt már akkor parkolópályán a projekt. Valahogy úgy igen. Utána az egész abból indult ki, hogy akkor most elkezdik csinálni, megjött ez a 2010-ben, hogy akkor, na, akkor most tényleg elkészítjük. Aztán elhalt a projekt az egésszel, ahogy volt ez a nagy tohokúi földrengés. És most azért vették elsősorban újra, mert kaptak egy új stúdiót végre, meg volt a kártérítés az államtól, úgy csatya 10 év után már illő volt, és azt mondták, hogy na jó, akkor most elkezdjük ezt csinálni, és pörgetjük. Igaz, hogy tavalyra vártuk először eredetileg a filmet, de hát megszoktuk, hogy azért ilyenekkel késni szoktak. Volt egy koronavírus járvány. Nem volt. Arra céloztam, annak ellenére vártuk 2021-re, mert egy 17-es hírről volt szó. Azért 4 év alatt csak el lehet készíteni egy filmet. Na jó, kivétel a Red Line, ami 8 év volt. Úgyhogy... Na és te mit vársz nagyon az év? Hát én a Spikes Family-t várom, mert hát krimi, és igazából nem annyira. Ugye van egy, nem tudom, hogy valaki más várja még. Spy Family, valaki, kezeket? Itt alsó sorban kell nézni balról a harmadik képet. Japán lektoromnak olvassa a mangáját, és ő nagyon imádja, szóval. Én is már nagyon régóta tervezem elolvasni, úgyhogy először lehet azt fogom elkezdeni, és csak azután az anime, de hát van egy bérgyilkos
aki új küldetést kap, és ehhez sürgősen hát feleséget, meg gyereket kell keresnie, hogy eljátszanak egy családot, és hát szerez magának egy feleséget, meg egy gyereket is egy árvaházból, de a feleség az egy bérgyilkos, a lány meg gondolatolvasó, úgyhogy hát... Vidám történetnek ígérkezik. Szerintem nem fog unatkozni, aki nézi. Úgy koncepció nekem a Mr. and Mrs. Smith jutott egy kicsit eszembe, annak egy kicsit olyan csavarozottabb változata. Tehát így kéne valahogy elképzelni? Hát még én se tudom annyira, ugye a mangát nem olvasom, de a trailer alapján ilyen hát pörgősnek, meg ilyen viccesnek is tűnt, úgyhogy majd meglátjuk. Na, kíváncsi leszek. Egyébként én előítéletes voltam kép alapján vele, de most lehet átgondolom ezt az animét én is. Érdemes, mert tényleg egy érdekes alapvetése van az egésznek, és úgy egy esélyt azért megadunk neki. Csak egy kérdés, hogy ki nézte a Yaoi on Ice-t, vagy Yuri on Ice-t, igen, úgyis szokták mondani. Jó, és az a kérdésem, hogy akkor a Dance Dance Dance-ört azt ugyanígy várjuk? Igen, azért raktam a listára, mert igen. Most akkor igen, várj, vagy... ez lesz a film változata? Vagy? Nem. Ez azért izgalmas számomra ez az anime, mert hogy ezt a Mappa Stúdió fogja készíteni. Mit készített utoljára a Mappa Stúdió? Na, aktuális. A Attack on Titan, tehát egy jó kis titános harc után egy táncos fiús anime, azért szerintem igen. Finom, na köszönöm, én is várom. Úgyhogy igen, én ezt akartam ebből a... Semmi. Ja, tényleg Ritzről beszélgessünk. Ritz, akarsz beszélni róla, hogy minek vagy pontosan öltözve? Felismeri valaki, hogy amúgy az egyetlen cosplayes tagunk? Hát... Ne lőd le, adjunk esélyt az embereknek. Direkt felmutattam, mert kb. A karakter neve az maga a fegyver típusa is. Még egyszer? Nem. Na várjatok, kicsit használjuk a képzeletünket. Tudom, hogy Ritz nem olyan vonzó kislány, de hogy na, de most mindenki erőltesse meg magát. Szóval képzeljetek ehhez a ruhához, meg ehhez a stukihoz pár éneklő kislány. Nincs ének. Dehogy jó, nincs. Bocsánat. Éneklés nélküli éneklős kislányokat képzeljetek. Nincs. Így valakinek ötlet? Na? Ez eddig jó. Barna hajú a főhős kislány? Barnának barna, igen. Na, egy barna hajú, tehát hogy Ritzet hosszú, mint egy kislányt hosszú barna haja. Képzeljünk el. Na, valakinek? Tipp? Tudom, hogy borzasztó elképzelni, sajnálom, hogy ezt okoztam a közönségünknek. Jól van, megvallhatod, na. Minek öltöztél, mesélj? Girlfrontline-nak van hát most volt ugye a hatodik rész. Most tűnt fel pont ez a karakter, UMP9. Tosabban a 45, mert ez a 45-ös, a 9 az a hugica. Szóval, ja, de nem énekelnek, legfeljebb a fegyver énekel, ugyanis... De ilyen idolos anime koncepció, nem? Nincsen, ugyanis harmadik világháború után járunk megint csak, és a katonai vállalatok vették át végül is a főszerepet az egészben, és az egyik ilyen vállalatnak a mesterséges intelligenciája úgy meg gondol egyet és meggajdul az összes taktikai bábút, ami végül is vívták a háborút, azt nagy részt így fogja és beállítja a saját szolgálatába, és onnantól kezdve gyakorlatilag polgári drónokat vonnak be a katonai szolgálatok, amelyek ilyen régebbi rendszereken futnak. Na, és ezeknek adnak fegyvert, és azt mondják, hogy na, akkor szépen ti mentek, és akkor megvívjátok helyettünk a harcot. Körülbelül azt kell erről tudni, hogy ez egy kínai mobiljátéknak a sztoriát dolgozza föl, és az eddigi ilyen próbálkozások után, hogy mint ez a, volt ez az Azur Lane nevű csoda, meg a Kantai Collection nevű pipogyás meghódlás, Kifejezetten jó, jónak hat, bár az előtök után már azt mondom, hogy ez a kifejezetten jó, ez mégiscsak egy erős közepes valahol még, de még hátra van fél évad, szóval még... Bármi lehet. Én tudom, ugyanis játszok vele, és
ha eljutnak tényleg addig a sztoriban, akkor lesz egy-két csavar. Lesz egy-két csavar, lesz egy-két felfordulás, és azért úgy sztori is van bőven. Na, de ezt meghagyjuk mindenki képzeletének, aki elbír téged aranyos barna hosszú hajú kislánynak képzelni. Szerintem ők ezt az animét biztosan szívesen fogják. Viszont hát, azt hiszem, aki annak el tud engem képzelni, az szerintem sürgősen keresi benne egy pszichológust. Na, egy kicsit elbeszélgettük kelemes az időt. Kelemes rémálmok a testére. Remélem mindenkinek sikerült néhány animéhez vagy kedvet csinálni, vagy szeretettel elvenni a kedvét, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, remélem jól éreztétek magatokat, remélem ti is. Nem, ez a mennünk kell, mert lejárt az idő, mert sokat beszél. Szóval köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjétek meg Ritznek. További szép napot, sziasztok! Szóval, papírokat elő, zenekvízes papírokat elő, mert újra le fogjuk játszani a zenekvízt, és utána egy animológiás előadás következik.